Sokszínű oktatási lehetőségekkel várja a Kaposvári Egyetem a gimnáziumot, középiskolát végzett diákokat. Mellettem Gelencsér Tíme, az iskola oktatási igazgatója. Mi az a kínálat, amit a középiskolák elé tudnak tenni? Négy karunk van a Kaposvári Egyetemen, a gazdaságtudományi kar, az agrár és környezettudományi kar, a művészeti kar és a pedagógiai kar, tehát elég széles palettát tudunk kínálni a jelentkezőknek. A pedagógus, az agrár, a gazdaságtudományi és a művészet képzési területen belül. Volt egy régi kép a Kaposvári Egyetemről, ami alapvetően a mezőgazdaságra vonatkozott, ez jelentősen kibővült. Jelentősen kibővült, erős most is a Kaposvári Egyetemen az agrár képzés. Statisztikai adatok szerint is első helyen állunk ezen a területen, és az agrár mérnök osztatlan képzésünk az, ami új ezen a területen, és ide várjuk legfőképpen a jelentkezőket, akik már mestervégzettséget szerezhetnek ezen a képzésen. Az agrárképzés iránt nagyobb az érdeklődés, illetve a művészeti képzés iránt a színművész szakunk az kiemelkedő, és egyre jobban most már a pedagógus képzési területen a tanítók, az óvodapedagógusok száma is emelkedett az elmúlt időszakban. Hát a Kaposvári Egyetem viszonylag kicsi egyetem, 3000 fős, elég családias légkörben működünk, tehát a nagy egyetemekhez képest szinte mindenki ismer mindenkit. Ez a plusz, amit mi tudunk nyújtani. A kollégiumunk 3 kollégiumba tudjuk elhelyezni a hallgatókat, és a kollégium az gyakorlatilag az intézmény területén helyezkedik el, tehát volt, amikor papucsban jöttek át a hallgatók órára, szóval nagyon lazán működik ez a hallgatói lét. Milyen eredménnyel lehet bekerülni az egyetemre? Hát az érettségi tárgyak esetében országosan ugye magasabb most már a bekerülési ponthatár, tehát az erős 4-es érettségi azért szükséges hozzá, 60% fölötti, inkább 70%-os érettségi tárgyak szükségesek a bekerüléshez. Alkalmassági gyakorlati vizsgáink vannak, nyilván ott meg kell felelni. A művészetképzési területen csak alkalmassági és gyakorlati vizsga alapján számolják a felvételi pontokat. Ez azt jelenti, hogy nem kell vagy kifejezetten alkalmassági tárgyakból kell felvételizni? Vagy? Nem, tehát minden egyes szakon alkalmassági vizsgát kell tenni, ami azt jelenti, hogy be kell küldeni egy bizonyos útmutatás alapján, ami a felvételi tájékoztatóban benne lesz, be kell küldeni anyagokat, amiket elbírál egy felvételi bizottság, és ezt követően fogják majd a gyakorlati vizsgán megmutatni a jelentkezők a tudásukat, és azt is pontozzák, és az alapján lehet bekerülni, ez főleg a művészeti képzési területre, művészet közvetítő képzési területre érvényes, illetve a pedagógus képzési területen kell alkalmassági vizsgát tenni, énekzene, testnevelés és beszéd alkalmasságból. Nyílt napjainkon állunk rendelkezésre a szülőknek és a jelentkezőknek is. Az elkövetkezendő 2-3 hónapban folyamatosan lesznek nyílt napjaink kari szinten és egyetemi szinten is. Ezekről a www.kf.hu-ról tájékozódhatnak az érdeklődők.